Nos, hát sziasztok, Roli vagyok, és mint ahogy láthatjátok, most ez egy új sorozat lesz, mégpedig a Fear sorozatot fogom végigjátszani nektek, és mint láthatjátok, itt a felső sarokban lesz facecam is, vagy nem is tudom, majd valahova szépen elrendezem, itt ebbe a nagy új batár fülesembe fogok most nektek itt gameplayeket készíteni. Na úgyhogy mit kell tudni a játékról? Elég régi játék, habár hát szinte a Fear sorozatok közül talán nekem ez a kedvencem, elég hosszú is, és ez egy ilyen, hát inkább ilyen akció-horror játékszerű, de nagyon izgalmas és mindenség, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. Itt aztán majd meglátjuk a továbbiakat. Na, úgyhogy rányomunk a single player. Ja igen, beállítogattam már én a dolgokat, amiket akartam hozzá, úgyhogy remélhetőleg teljesen jól fog futni. Na, kezdjünk új játékot, hát extrémbe menjünk, nem? Azért legyünk moderáltak. Nem tudom, itt a töltéseket ki fogom-e vágni. Ezt hagyom aztán majd a továbbit lehet, hogy kivágom, ugye én mindig általában ki szoktam hagyni, mert ez csak időhúzás, aztán közben meg miről beszéljünk. Na, de akkor kezdjük az egyes intervallummal. A Fear sorozatokban általában mindegyik hát ilyen részt úgymond intervallnak nevez. Na, kezdjünk bele. ...2002-ben ilyen paranormális tevékenységeket fedeztek fel. First Encounter Assault Recon, ugye a Fear rövidítése. Ez volt annak a csapatnak a neve. Sierra Studio. Na de jó. Ajjaj. Az ott kicsoda. Na mi van, haver? Nem tudod te semmi? Ajaj, öld meg. Hoppá. Hát még ha ilyen zenével menne a játék, akkor még kellemes is lenne. Biztos fáj a lábújja, tehát... És itt a hadsereg. Hát, még most nem akarok nagyon spoilerezni majd a játék ott követően. De... akit most láttok, ez az emberke, már még nem ez a kiszik, hanem ez a... aki megölte a kívot, ő nagy szerepet fog játszani az egész történet szál, illetve a Fear sorozatok ban, úgymond. Fontos szerepe lesz, de majd ezt is később részletezem. Most még nem akarom nagyon elspoilerkedni. Jó sok véred van, öcsém, nem azért, de... ATC. Milyen jó a kis töltények ott vannak lent. Na, mi van? Vampír zombi lettél belőled, de... lettél belőled, ez jó szó. Yes. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right. Let me make a few calls. Csodálatos. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key.
If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones? A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Armacam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him. That's awfully convenient. Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Bad, sir. Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. Én oda akarok leülni és ott nézni, hogy szenvednek. What's the first day? Oh. Szervusz. Vampír barátom. Az jó. You will be a god among men. Jaj, hogy nézzelte ki. Ez jó, azt mondja, mi volt az első dolog, amire emlékszel? Nem! We've tracked Fettel to an abandoned building just up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Jankowski, you in position? Just say the word. Alright, move it out. De jó kocsi. Investigate Paxton Fettel. Amúgy ez az ember úgy néz ki, mint a GTA 5-ből, Michael. De ez csak ilyen egyéb. De lehet, hogy ő az kapott máshol is szerepet. Na, akkor kiszállunk a kocsiból, és itt veszi kezdetét. Igazából a játék maga. Na, szóval akkor gyorsan még elmondom, amíg szerel itt a barátunk. Ah, elég jó kocsival jöttünk, hogy látom. Na, szóval arról beszélgettek, hogy van valami titkos ilyen prototype, azaz prototípus hadsereg, amit mentálisan irányít ez a Paxton Fettel nevezetű egyén, akit láthattunk, ez a kanibál zombi emberkénk. És őt kell megállítanunk, hogy ne legyen veszélyes senkire sem. És hát igen, innentől kezd majd érdekes lenni a történet. Ugye most meg kell találnunk elvileg, és semlegesítenünk kell. Na, szóval akkor itt kezdünk, ugye kiszálltunk a kocsiból, és én itt meg felugrálok. Ami pozitív, ami látszik a lábunk, ez nagyon szuper dolog. Egy ilyen kis pisztollyal kezdünk, és hát ugye VASD gombokkal lehet mozogni. Én picit belenyúltam az irányításba, mert olyan hülyén volt, hogy a kontrollal lehetett zoomolni, meg a jobb egérrel ütni, de én kicseréltem, tehát én a jobb egér kattintásra tudok zoomolni, ugye ballal lő, kontrollal majd van ilyen szuper képességünk, hogy belassítjuk az időt, én a shifttel ütök, space ugrik, aztán még itt F használ, X lámpa, G gránát, 1-2-3 fegyverváltás, R reload, tehát ilyen alap dolgok vannak igazán. Úgyhogy akkor lássunk is munkához. Öcsém, te itt kaptál egy headshotot, úgyhogy már bizonyosan meghaltál. Na, ide nem mehetünk be. Itt az első akadályunk. Hoppá, nem ezt akartam. Ezt szépen be lehet törni. Onnan betörjük, úgy. Ott, ha jól tudom, van egy ilyen Pac-Man figura. Szuper. És akkor menjünk is be. No trespassing. Na nézzük. Oj, patkány! Gyere ide! Az anyádat. Mászkálsz itt nekem, te. Na, itt van egy naptár, augusztus. Hát most július van sajnos, úgyhogy ez majd egy hónap múlva lesz érvényes. Na, de akkor haladjunk is itt tovább szépen.
X flashlight. Ez csodálatos. Ott mutatja a lámpa. Hey bro, what took you so long? Az anyád. Try to find a way around. Ez mi volt? Azt rohadt. Na, itt van egy icu felirat. Meg egy ilyen szép graffiti. Patkány. Patkányokat érdemes lelőni, mert csak kezdődik. Na, úgyhogy igen, ahogy hallom, itt kezdődik a fantasztikus nyomasztó zene. Erre nem tudunk menni. Azt a rúgdös. Hát te mi voltál, öcsém? Ó, jó napot kívánok! Kedves. Biztos. Az anyád csukja be előttem az ajtót. Ez egy nagyon jó lakat nyitó megoldás volt. Itt. Hold on a sec. Oh. Ajd, erős vagy. Come on. You ready? Go! Na, itt lesz Fettel barátunk. Nem a Forma 1-ből ismertetés. Ó. Oh. Eltűntél, öcsém. Ezen a helyen születtél. Ott voltam. Hát... szörnyűséges. Na, itt van az emberünk, akit láthattunk az előbb. We need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Hát, just leftovers. Igen, elkéstünk. I'll be here for Jin. You take a look around. Persze nekem kell szkennelni a területet, szóval lehet, hogy csak fogorvosnál van. Jó, ne pofázzál, mert beszélek. Szóval lehet, hogy csak fogorvosnál volt is. You gonna check the place out or what? Az anyádat. Na, jó van. Kuk. Persze. Ja, és itt van a madár, igen, ez a felrobbanó madár. Amúgy rájöttem, hogy a nem is robban fel igazából, hanem a fegyvernek ez a lövésénél van egy ilyen kis olyan effekt, és azt hittem, hogy felrobban a madár, de nem. Viszont elég nagy lyukat üt a falba ez a... És ez tanklőszer van benne, vagy ez mi? Ilyen 200-as kaliberű, mert ez... Na jó, ide már nem annyira. Ide már vagy 60-as, 50-es kaliberűt lő. Itt közben kinézhetünk, itt van valami... Hát ez valami Volvo-nak néz ki, szerintem. Itt fúj a szél, ez viszont nagyon hangulatos, tehát ez egy ilyen... Magyarországi környezet, én úgy gondolom. Körülbelül azt ábrázolja. Közben nézem az időt, hogy mennyi fér bele a videóba. Van ilyen szép nap, csík, karika effektünk, bár nap az nincsen nagyon, de... Ez ne zavarjon. Ott is van egy ilyen ladánk szerintem. Menjünk te... Opa! Megtaláltuk Fettelt, jelentem. The dead otthon. Man's name was Charles Haberger. I remember him. But are the memories mine or hers? It makes no difference. He deserved to die. They all deserved to die. Jó életcélod van, öcsém. Mindenkinek meg kell halnia, mert megérdemli. Hát persze. Come in, over. What's going on? I've lost Fettel signal. No. Comcast is his dead mother. I hope you aren't busy. We've got a situation down at the harbor. What kind of situation? We located those soldiers you were looking for, but we're under orders not to engage until you guys reconnoiter. Understood. I've got two birds on route to your position. Have a visual shortly. We'll be ready.
csodálatos. Helikopter, ez vajon velünk van, mert... Igen, ezt szeretem, tehát az ilyen játékokban direkt ez a... Jön a helikopter, és akkor pont lekéssük meg ez a nem érjük el meg, mit tudom én. Ilyenkor, amikor visszafele kell jönni, biztos, hogy lesz valami nagy ijesztés. Meg amúgy csak nekem van ez az érzésem, hey, back already? Hogy valaki követ. Gyökérkezelték fogát. Megint a hangok. Lélegezz! Oké. Okay. I've tried to forget. I've tried so hard to forget. A bátyja nem néz ki valami egészségesnek. These men are from fear. They are special attachments to our unit for the duration of this op. Na, they will be on fel, point. Haza, their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Na, megyünk a helikopterre. Ott a Titanic amúgy. De hogy nem esel ki, vagy ki van kötve? Na, második intervallum. Azt a... Köszönjük szépen. Szóval azt a feladatot kaptuk, hogy a... valami... Jó, tehát ott a Titanic látszik. Megkaptuk a játék én általam legjobban szeretett fegyvert. Ez jól néz ki lassítva ilyen. Marha ez a lassítás, imádom. Egész játékban körülbelül a lassítást imádom a legjobban. Na, szóval meg kell találnunk a... Itt folyam melyik mutatja a küldetéseket? Ja, és lehet Q meg elvel így kihajolni. Ez ilyen részeges dolog. Szóval nem tudom, melyik mutatja a feladatot, de nem a tab. Nem mindegy végül is. Szóval kapnunk egy ilyen hadsereget, be kell hatolni erre a területre, és valamit meg kell keresni, valami természetes dolgot. Na, de szerintem most az első rész így legyen ennyi. És megpróbálom így intervallumonként végvinni. Aztán meglátom majd, mennyi fér bele. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az első részt. Hamarosan jön egy következő rész. Addig is sziasztok!